Hát gratulálok a Toll és Land kitüntetésedhez. Megérdemelt volt. A méltatásodban elhangzott, hogy immár 20 éve vagy világító lámpása mesterszállástak. Én hozzátehetném, mint ennek a térségnek az ismerője, hogy nem csak mesterszállásnak vagy világító lámpása, hanem nagykunságnak és a szomszédos községeknek is. A kérdés az, hogy ennek a lámpásnak a fényét milyen belső energia táplálja benned, és remélhetőleg még hosszú ideig milyen energia fogja táplálni benned ennek a lámpának a fényét, kisugárzását. Hát először is szeretném megköszönni a kitüntetést mindenkinek, aki ebbe közreműködött, hogy én szerény személyem érdemelje meg. Hát a kérdés nem könnyű, ugye talán egy kicsit magos fogalmazás, hogy hát fákja, hogy egyszerű emberként értem meg a rendszerváltást, bár mindig az írással szerettem volna foglalkozni, és ez egy lehetőséget adott a 90-es fordulat ahhoz, hogy a bennem levő valami felszínre törjön. Hát itt az energia az, hogy az ember a saját szülőföldjét, tehát ami a vidék nagyon lenyomott állapotban van sok része, tehát úgy érzem az én szűke pátriám, amit a 20 évat nagyon jól megismertem, éppen mint újságíró, a nagykunság, tehát illetve a szülőfalunk mesterszállás és a nagyobb tájegység, a nagykunság, ami úgy emberileg, mint tehát kulturálisan nagyon érdekes, egyedi színfoltja a magyar irodalomnak, amelyet én megvallom, hogy én se ismertem ennek a tájegységnek a történelmét 90 előtt nagyon, tehát úgy képeztem ki magam, illetve hát az írás, a családom is, az őseim, a boldogult édesapám, akinek az emlékére a tavaly ősszel megjelent könyvemet ajánlottam. Az ő ember egyénisége, meg sok barátom, hát köztük drága Paulusz Alajos, te is, aki úgy érzem, hogy a lelki energiákat mai napig adja, hogy ilyen emberek bátorítottak engem, meg itt mondhatnám a boldogult Körmendi Lajos, jeles karcagi írót, vagy Bellon Tibor néprajzkutató, aki már szintén elhunyt, vagy Talamasz Lajos túlkevei szobrászművész, tehát ezeknek is úgy a holtukba is megköszönöm, hogy ez, ide juttattak, hogy ez a mai nap őnekik is az érdemük, hogy én most itt egy komoly, megtisztelő kitüntetést vehetek át, úgyhogy a jövőben is ezen, tehát hasonló színvonalon, és remélem, hogy még egy darabig erőbe is leszek, hogy tudjam ezt a újságíró tevékenységet folytatni, amit hát úgy érzem, hogy egy lelki kell hozzá, egy hit, egy hát küzdelem, ami végeredményben hát az őseink is küzdelmes életet éltek, és tehát ez az embernek ez is erőt ad arra, hogy a mai elég rossz korszakban, én is osztani tudom a Kósa Csaba elnök úr véleményt, hogy egy nagyon lepusztult állapotban vagyunk, mikor éppen, tehát amennyire rossz helyzetben vagyunk, annál jobban kell azokat a szellemi, erkölcsi értékeket menteni, rakni, mint Noé a bárkára, hogy az állatokat begyűjtötte, hogy amik ebbe a korba, tehát hogy mondjam, itt teljesen a emberellenes tendenciák akarnak felszínre törni az ország egy bűnözéstől kezdve, minden rossz ránk zúdul összes. Tehát nem ezt vártuk, hogy finoman fogalmazzak, amikor hát 89-90-ben ugye lelkesen egy boldogabb, meg hát igazabb Magyarországot akartunk. Hát én magam szerény módján ezért a boldogabb, meg igazabb magyarországi szeretnék küzdeni, még a Isten, jó Isten erőt ad, akinek szintén csak megköszönöm, hogy ugye az, hogy bírok adakozni, meg írni, meg tevékenykedni. Hát ennyit szeretnék erről mondani. Meg ugye nem vagyok nagyon így, nem szeretek élő szóval beszélni, hanem inkább én író papír mellett. Én még hagyományosan írok, hogy tollal papírra, tehát utána dolgozom tovább.
technikai eszközökbe, írásaimat. Meggyőződésem, hogy a toll és a lant kitüntetés a lehető legjobb kezekbe került, és kívánom, hogy a lámpásodat hordoz továbbra is Nagykunságon, Mesterszálláson, Mezőjéken és a környező településeken. Még egyszer gratulálok a kitüntetésedhez.